Jó estét kívánok, kedves nézők! Péntek este van, március 8-án itt Nagykanizsán is, ahogy a világban mindenhol ilyenkor a nemzetközi nőnapot ünneplik, ezt fogjuk tenni mi is. Már szerdán megígértem önöknek, hogy egy olyan műsorral készülünk, amely ezen ünnepre fog egy kicsikét majd emlékeztetni mindenkit. Bármire önök látják, addigra már majdnem minden bolt zárva lesz, úgyhogy uraim, még ha gondolják, most rohanjanak el és vegyenek virágot, hogyha elfeledkeztek róla. Ha nem, akkor nézzék velünk együtt az adást. Három vendéget hívtunk, három hölgyet, Büki Pálnét, Büki Erzsébetet. Köszöntöm, jó estét kívánok. Friedman Valériát, Zöldséges Frit, akit így ismerünk, és Bakonyi Erzsébet, aki pedig a kolléganőnk itt a Kanizsa Televízió, Kanizsa Médiaháznál, a Kanizsa Újságnak. Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyszerű ismerő, hogy is mondjuk mi a híres embereknek ugye a sorozatát igen, készíti az újságban. Hát három, azt gondolom, különböző karakter, három különböző területről érkező hölgy, bár Büki Erzsi és Bakonyi Erzsi között van azért némi nemű átfedés, mert mind a ketten voltak az újság írói egy időben is, igen. És már volt, hogy Bakonyi Erzsivel ültünk régi újsággal a kezünkbe, hogy csak a monogram volt arra, hogy BE, és ő se tudta megmondani, hogy most akkor ez melyik BE volt, aki azt a igen. cikket írta. Kezdjük Büki Pálnéval, akiről én tudom, hogy iskola igazgató is volt, pedagógus eredeti végzettsége szerint, nem nehéz tudnom, mert családi vonatkozása is van. Ismerek olyat, aki önnél volt még gyakorlaton pedagógusként, tanárként, nagyon tisztelte, becsülte, de azóta viszont, amióta nyugdíjba került, sem ment el a közéletből, hanem ott maradt és aktívan szervezi, most is még mindig a nőklubnak az eseményeit. Hogy tetszik lenni? Hát jó, mert én szeretnék már olyan emberrel együtt leülni, aki, ezt mondtam a polgármesternek is, aki odaültett mellém, hogy 1963 óta megállás nélkül a közéletben dolgozok. 63 óta. De még a polgármesterünk nem tudott ilyen embert adni. Hát szerencsés vagyok, hogy az egészségem, a lehetőségeim megengedik, hogy a közéletben megállás nélkül dolgozzak. Mennyire fárasztó nőnek lenni? Ha most azt nézzük, hogy ez az egész nőnap, ez miből indult ki, ugye nagy munkás mozgalom, elvesztette már ezt a fajta töltetét. Igen. De azért valamikor azért volt. És hogyha 63-ról beszélünk, azért akkor még azért aktívan még volt ennek olyan jellege is. Igen. Erre csak a megyem válaszát tudnám mondani, aki egy szupernő, aki azt mondta, hogy ha abba hagyom ezt a rettenetes nagy közéletet, akkor nagy bajba kerülök, mert nekik engem ki kell a szerelmetes férjem mellé a temetőbe vinni. Vannak ilyen emberek, nem sok. Van olyan, aki nem tud leállni, aki úgy érzi, hogy neki állandóan, aktívan közéletbe kell lenni, és érdekes, hogy ezek majdnem mind nők. Nők, akik a közéletbe tevékenykednek, és ha most elmondjam az nagy örömemet, és nektek is elmondom, hogy ha megérem, akkor októberben vagy szeptemberben gyémántdiplomás tanító leszek, ha megérem. Mert tanítóképzőt végeztem, és úgy többit levelezőn végeztem, és le is adtam már a polgármesteri hivatalba az ehhez szükséges dokumentumokat, de mindig attól félek, hogy az egészségem majd nem tart ki addig, de itt is a menyem a támaszom, aki azt mondta, hogy nem igaz, hogy nem tart ki, meg kell érnem azt, hogy gyémántdiplomás tanító legyek. Hajrá! Erre én csak ezt tudom mondani, sok sikert kívánunk hozzá. Köszönöm! Vali, az a szakma, vagy az a terület, ahol dolgozik, azért ott elég sok a pasi. Már csak azért is, mert elég komoly súlyokat kell megemelgetni, gondolom én, ahhoz, hogy azok a áruk, amik ott vannak a polcon, azok oda föl is kerüljenek a polcra. Tehát nem ott terem a narancs, ezzel nem mondtam, gondolom én újdonságot. Hogy bírják ezt nőként egyébként a női zöldségesek, de hát akár csak ha önt nézem. Szerintem elég kevés női zöldséges van. Amikor én kezdtem, akkor szerintem még nem is volt 34 éve női zöldséges. Hogy bírom? Hát egy hatalmas előnye van. Konditerembérletet nem kell vennem, ez biztos. De hát ez valahogy nekem, mivel nagyon-nagyon szeretem a munkámat, és ezt nem érzem súlynak, holott azért fölöttem is most már egyre jobban megy az idő, és azért elérek abba... Már nagymama, ugye? Igen, nagymama van, egy 2,5 éves unokám, aki valószínűleg, mint le is írtam, remélem az utódom, de végül is tényleg egy teherautónyi árut megrakni, és utána lerakni, ez a hétfő csütörtökön,
és ezt 12-14 órába csinálni, és nyáron meg persze a másik oldala van, amikor éjszaka van a dinnyeszállítás, amikor mondjuk jön 1500-2000 kiló dinnye, most már ugye a termelő sem hoz magával rakódót, mert neki is minimálisra kell csökkenteni a költséget, és én sem viszek rakódót, hát akkor azért ott abban a pár fokban, ott a forró aszfalt, meg a forró ponyva alatt mondjuk lerakni, de mégis azt mondom, hogy jó. Ha jól figyeltem, 24 éve van a Hevesi ABC mellett, ugye? A Hevesi ABC mellett 24 éve vagyok, de valójában 34 éve csinálom ezt a szakmát ennyi vállalkozóként. De ott már mindenki megszokta, tehát ott már ilyen hogy szokták ezt mondani, ilyen utcabútorként szerepel ott az a zöldségesbolt, hogy ott van a valival. Hát igen. mennyit változott közben a világ ez alatt a 24 év alatt? Hát azért előttem tényleg... Ránézésre a bódé, hívjuk így, tehát maga az árusítóhely az ugyanolyan, nem? Hát azért tettem hozzá elég sok mindent. Hogy mennyit változott? Tehát annyit, hogy ugye benn voltam én előtte már megelőzően, benn voltam az Zéta ABC-be, akkor még Zétaként üzemelt. Én ott kezdtem, és ugye egyszerre csináltam a végén már mind a kettőt. Azért generációk nőttek föl, tehát akkor még fiatal lányok voltak, aztán most már látom, hogy anyukák, és most már a gyerekeik érettségiznek, és aztán van köztük már olyan, aki szintén már nagymama lett, és akkor még kislány volt. Szóval ezek így előttem nőtt föl az a keleti városrész tulajdonképpen, és amikor rájuk nézek, akkor úgy elgondolkodok, hogy hát vali, elment az idő. Igen. De sajnos nagyon sok idősebb vásárlom is azért időközben sajnos meghalt. Úgyhogy egy kicsit változott az a réteg ott. Tehát amikor én oda kerültem, akkor egy teljesen másik réteg élt abba a keleti városrész nek a tizemeleteseibe és ott a tömbházakba. Az volt a közép, gondolom én a középréteg, tehát így fogalmaznák, és akkor ezek egyre jobban azért onnét eltűntek, és most már egy kicsit korlátozódik a réteg, tehát látszik a fizetőképes vásárláson, hogy... De azért megy a bót? Kop-kop. Jó, nem kérdeztem semmit. Jó. Bakonyi Erzsi, hát téged azért már elég régóta ismerlek, így a pálya okán is. Pláne az utóbbi 4,5 évben, meg aztán meg még inkább, amióta egy közössé vált ennek az iránynak valamilyen. Ha jól emlékszem, azt mesélted, hogy még az olajbányász újságnál, vagy valami hasonlónál kezdtél a újságot írni, ugye? Vagy még annak is van előzménye? Van előzménye, amikor a Zalai Hírlapnál kezdtem fotóriporterként, 71-től 79-ig. Ez is volt egyébként, amit... Elárulunk még egy titkot, jó? Vince Adél, aki nálunk műsorvezető, szerkesztő, riporter, stb. Ő a lányod. Ő mondta, hogy hát olyan sem sok van, amikor azt mondjuk, hogy fotóriporter nő. Bár most már azért TV operatőrből is, meg egyebekből is egyre több nő van, de abban az időben azért ez még ritkaságnak is számíthatott főleg. Hogy jött ez? Mert fotósok voltak, tehát az, hogy fotostúdia volt... Az Alamegyében nem mondhatnám, hogy voltak. Jó, mert én már egyet továbbra gondoltam a Szerdai Ritára, de ő már egy későbbi korosztály. Vállalkozó. Igen. És hát én nálam véletlenül jött ez a pályaválasztás. Érettségi után megnéztük, az utolsó együtt létünk el az osztályunkkal a Antonioninak a Nagyítás című filmjét, és én ugyan védőnőnek jelentkeztem a Szegedi Főiskolára, de ott eldöntöttem a film után, hogy én fotós leszek. Hát addig volt egy pajtás fényképezőgépem, meg volt egy szmenám. Nem foglalkoztam le ott ilyen gondolattal, viszont szerettem volna operatőr lenni, vagy filmre rendező, mint olyan filmeket készíteni, mint Fellini, meg az operatőrei. Tehát a látvány, a színvilág. Olyan szerényen vágtad így azt, így a célt így előre, hogy... Igen. Később bele is indultam ezen az úton, mert bejelentkeztem, volt egy ismerősöm, fölmentem Budapestre, hogy én operatőrséget akarok tanulni, és ő azt mondta, hát ez nem nőnek való. Ide egyik nap ide menni, másik nap az ország másik részére, mondom, engem nem érdekel, én ezt szeretném csinálni. Jó van, megbeszéltük, hogy a következő találkozott, és a következő héten találkoztam a volt férjemmel, és letettem erről a pesti útról, de hát később oda mentem ugye tanulni, és kitanultam a fotós szakmát, utána érettségi után, és akkor mindjárt oda kerültem a Zalai Hírlaphoz az első adandó alkalommal. És utána? Ott voltam 9 évig, 79-ig, akkor
férhez menés miatt hazajöttem Kanizsára, de akkor a MOL-hoz kerültem fényképésznek, igazgatási osztályra kerültem, akkor később PR munkatárs, személyügyi munkatárs lettem, de közben én voltam hát az olajmunkásnak is bedolgoztam riportokkal, fotókkal, meg az Országos Kőolajipari és Gázipari Tröszt újságjának, a központi hírlapnak is voltam Zalai tudósítója, és amikor a MOL megalakult, akkor meg a MOL-nak voltam a Zalai tudósítója, a MOL hírlapnak. Úgyhogy jártam Keretyére, Gellénházra, egész Zala megyébe. Hát az elején, 79-ben még ilyen 5000 fős dolgozója volt a nagykanizsai bányászati üzemnek, úgyhogy Szangtól Kiskun, Halas, Kiskunma és a Szeged, mindenfelé jártam, és nagyon szép emlékek fűznek oda. Férfiak között dolgoztam, jöttem, mentem, volt, amikor majd, hogy nem térdigérő sárba, gumicsizmába kellett menni a furótoronyhoz, vagy a Nagy Lengyelbe B-tüzes tankállomás építésére, különböző tankállomásokra. Úgy mentem oda, és olyan jó szívem, mint hogyha hazamentem volna. Aztán jött a Kanizsa újság. Nem tudom, emlékszel rá, amikor még a Covid alatt kaptam meg a legelső Kanizsa újságot, amit kiadtak. Igen. És akkor leültünk, és találtunk benne B-et. És az volt az, amiről az előbb beszéltem, hogy nem tudtuk eldönteni, hogy Bükki Erzsébet vagy Bakonyi Erzsébetet jelentett az a B-e, de most nem te, hanem most Bükki Erzsi. Már a kezdetektől ott volt a Kanizsa újság, nem? Nem, hanem... Akkor a Bakonyi Erzsi volt. Így van, ő a Bakonyi Erzsi volt, de azért mi a kezdetektől kapcsolatot tartottunk, és a tegnapi napot sem mesélem el, ugye, hogy milyen rendkívüli riportalanyt sikerült neki szereznem, mert ugye én olyan öreg vagyok, hogy én mindenkit ismerek, Kanizsán meg engem is, és ezért, amikor nekem különleges emberrel kerülök össze, akkor azonnal szólok neki, hogy szíveskedj, ezt írd meg, és ő meg, ő ezt az embert riportalanynak tartja. Most is nem nevezem meg, majd elmondja, mert mi nagyon jóba vagyunk, és nagyon emberileg közel kerültünk. Annak idején, amikor a nőnapot kitalálták, akkor ugye 1857-ben egy New Yorki textilmunkás nőtüntetés után jött az, hogy legyen nőnap március 8-a. 1917-ben döntött el a fél világ, Magyarországon 1948 óta nőnap a nőnap. Amiért ezt elmond, és ott ugye magasabb bérekért, egyforma elbírálásért, ilyesmiért tüntettek, és azóta is valami ilyesmit céloz ez a nap. De itt van előttem egy, itt így megmutatom, hogy egy mai poszt, amit Benyó Rita írt, hogy a 4,5 éves kislánya mit mondott a nőnapról, és azt mondta, hogy azt ünnepeljük nőnapon, hogy mi is lehetünk szuperhősök, meg miniszterelnökök, nem csak a fiúk. Én azt hiszem, ebbe az 4,5 éves mondatba azért elég sok minden belesűrűsödött abból, hogy milyen lett ez a világ. Hogy ha megnézzük, ne menjünk messzire, nagykanizsai közgyűlése. Nem tudnánk női nevet mondani a csapatból, mert mindenki férfi. Igen, ez nagyon sokan megkérdezik tőlem, mivel hogy rengeteg embert ismerek, és a másik egy kimondottan kommunikatív típus vagyok, utcán, minden, meg hát rengeteg tanítványom van, és sokan megkérdezik, hogy magyarázza már meg, hogy van az, hogy a kanizsai közgyűlésben nincs nő. És én azt most nem merem elmondani, hogy mit szoktam válaszolni erre, de még tovább megyek. Az idősügyi tanácsban sincs megfelelő nő. Ott sincs. Nem tudom, hogy ez egy jellegzetes kanizsai szisztéma. Nem hiszem, hanem... Nézzük meg a kormányt, tehát ha egyre följebb, vagy kettővel sokkal följebb nézünk, azért ott is nagyítóval kell keresni. Tehát Novák Katalin ott volt nőként, igen, aztán elment, ahova ment. Igen, igen, de talán ez a magyar társadalomnak a rákfenéje, hogy egyszerűen nehezen tűrik azt, hogy nő. Én nem tudom, mert ugye voltam úttörőházigazgató, iskolaigazgató, soha nem éreztem azt, soha, hogy mint nő, hogy nem vagyok ott a helyemen, amit érek, amit tudok, hanem mindig is
oda tettek a tudásom szerint. Ez csak mostanában van. Ez mostanában. De azt mondhatjuk, hogy a fizikai, és hogyha most Varira nézek, meg mindjárt majd meg is kérdezem, hogy fizikai különbség nyilván van, tehát egy bányába, a válj végre, igen, egy nőt elképzelni azért elég nehéz, azzal a melóval, amit ott teljesíteni kell, mert meg kell emelni, mert meg kell fogni a 60 kilót, egy 50 kilós, igen, nem fogja tudni fölemelni. Igen, az egy más kategória. Így van, tehát valamilyen különbség nyilván biológiai adottságainkból kell, hogy legyen, de én azt gondolom, hogy a baj az valahol ott ered, hogy nagyon sokak fejében még a szellemi különbözőség is. Tehát ha csak másra nem gondolok, hogy néhány száz éve még a nők választójoga még kérdés volt, hogy egyáltalán kapjanak-e a nők választáshoz jogot, hogy elmenjenek a saját sorsukról dönteni. De ez szerintem nagykanizsai probléma, mert jellegzete, ma meg kinyitom az alai hírlapot, és látom, hogy a Egerszeg, ott vannak a képviselőjelöltek. Egy, kettő, három, négy, hány nő van ott rajt? És ha én most azt mondom a mostani polgármesterünknek, mert mondhatom neki, mert ő ekkora korában már, mint az úttörőháznak öt szakkörébe járt, tehát nyugodtan ilyeneket is mondhatok neki, hogy lehet az, hogy nem igyekeztek, hogy most a következő két-három hétben, ha jelöljétek Nagykanizsa leendő képviselőjét, akkor nem jelöltök nőket. Van itt valami, nem tudom mi, ezt nem tudom, még majd kell gondolkodnom rajt, de mondom, hogy ma láttam az alai hírlapba, hogy ott vannak a egerszegi jelöltek, és nő, 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 férfi, férfi, nő. Vali? Miért a véleményem? Aha. Az egyik az, hogy ezt a női egyenjogúságot, ezt végülis mi akartuk nők, hogy egyenjogúak legyünk, aztán most akkor vagy mondhatjuk azt, hogy meg is cseszhetjük, mert régen azért más volt, hogy azért a nőnek mi volt a szerepe és mi volt a férfié. Nagyon érdekes, mint munkaadóként mondom azt, hogy itt valójában Kanizsán tényleg ez a baj, hogyha rájönnek, hogy egy női vezető van, tehát ha meghirdetek egy állásajánlatot, akkor jelentkezik mondjuk 80 ember, abból legyen 20 férfi, abból ha egyet sikerül elkapnom, az mondjuk egy hétig bírja. Tehát nem is akarnak nők ezzel a dolgozni. Csak kell elfogadni, igen, utasításokat? Igen. Tehát ennyire hülyék lennénk? Igen. Már bocsánat, ezt szó szerint kell ezt érteni. És nem hiába, tehát azért mondom, 34 évet meg lehet nézni, hogy mind a két boltomat, hogy egyetlen egy férfi dolgozón volt, az a húgomnak a fia, azon kívül férfi munkaerő onnan elfut. Uh-huh. Tehát nem, egyrészt nem tudják a női irányítást elfogadni, és egyrészt a mostani fiatalok, ha jelentkezek, mondjuk azok fizikálisan sem bírják. Ugye velem egy korosztályúnak meg már az ciki, hogy most nekem egy nő dirigáljon, vagy egy nő kérje meg arra, hogy mit, mert hogyan csinálja. Mert ez még számít 2024-ben, igen, Magyarország, ez Európában? Számít. Igen. Tehát igen, elmondhatom, hogy pályafutásom alatt összességében három férfi dolgozott a kezem alatt. Tehát, nagyon hülye hangzik, már bocsánat. Nagyon, igen, de én meg saját magam, tehát én ezt megtapasztaltam, és most mondom, utoljára a húgom fia dolgozott nálam, tehát ő másokból, ő ugye külföldön dolgozik, és most eljött segíteni. Ő állt a pultba, és ő is először, tehát nem az irányításomat, vagy a parancsolgatásomat, hanem ő már a végén kezdte élvezni, tehát az idősebb vásárlóim ugye örültek, hogy végre egy fiatal ember van a pult mögött, és tudott velük beszélgetni, és aztán, hogy kiszolgálták, hogy hogyan másképp álltak a vevők is egy férfihez ott a boltba. Ugye őnek ezt tetszett, de valójában mondom, ha meghirdetek egy álláshirdetést, ha meglátják, hogy nő a főnök vagy, hogyha eljönnek és megnézik, hogy mit kell csinálni, abban a pillanatban kocolnak, vissza se jönnek. De a vásárlópasik azért élvezik, nem? Hogy? A vásárló férfiak azért élvezik, hogy nő szolgálja ki őket. Igen, de azért ennek a munkának a fizikai részét meg a nők annyira nem élvezik. Tehát van olyan, amikor egy-egy ilyen áruszállítás, vagy rakodás. De nem, most a vásárlókra gondolok, akik mennek oda. Tehát most a Friedman Varihoz megyek vásárolni, mert egy szőke
Engem nem láttak a boltba igazából. Néha azért, de... Nagyon ritkán, tehát amikor már bizonyos megjegyzések után szólok, hogy na, akkor most hagyjuk abba a kommentet, mert most már azért 24 éve ide jár vásárolni, és én vagyok a főnök. Jó, elnézést. Tehát igen, azért nem. Tehát még ott is beszólnak? De. Mindjárt hazamegyek, komolyan mondom. Nem, és érdekes a két világ egyébként. Amit szeretnek a vásárlók, azt megfigyeltem. Van nyugdíjas eladom, aki tehát most már 5 éve nyugdíjban van. A nyugdíjas korosztályt szeretik, és a fiatal korosztályt a pult mögött nagyon nehezen fogadják el, az a középréteg az, amit még el tudnak fogadni. Tehát, mert ugye ővelük tudnak beszélgetni, kommunikálni. A fiatalokkal nem lehet. A fiatal az, mint az unokám is már, add a bankkártyát, ennyi. Uh-huh. Tehát más, megszűnt, ők már csak azt látják, lecsipog, bankkártya, viszlát. Tehát nincs kommunikáció, nincs beszélgetés, amíg egy középkorosztály nyugdíjassal lehet beszélgetni. És érdekes mód volt ez a fiatal ember is, hogy eleinte az volt az első baja, hogy ő mindig egyedül dolgozott, hogy ő nem fog majd tudni itt beszélni. És a végén azt vettük észre, hogy hát csak a már csak kommunikál és beszélget, és mindenkivel mosolyog, és mindenki boldogan jött vásárolni. Na végre, egy fiatal ember, akivel tudunk beszélgetni. Érdekes az... Mindjárt Bakony Erzsi is, vagy csak most a Büki Erzsi, akkor valamit mondani akar Erzsinek, akkor mondjam. Mond, de az oktatás. Ugye én, aki pedagógus voltam, úttörőházigazgató, iskolaigazgató, szinte teljes egészében női pedagógusok voltak. Én akkor is sokat gondolkodtam azon, hogy miért van ez, hogy az oktatásban ma kicsikét azért alakult a helyzet, azért több férfi van, de ma sincs szerintem, ahogy én elképzelem, 50-50%-ba férfi. Megmondjam, vagy... miért nem volt? Na, miért? Mert én megmondom, én tanítottam 1986-7-től durván, egy 8-9 éven keresztül, abból a fizetésből nem lehetett a családomat eltartani. Tehát vagy elmentem mellette másodásba dolgozni, vagy kerestem, hogy ott nem tud kérni. Igen, ez igaz. És ez vastagon benne volt a történetben. És de ma se alakult úgy, ahogy én elképzelem. Most már azért egész jó fizetésük van. De egy kicsikét azért a nemi arány azért javult, de nem úgy, ahogy én képzelem. Én úgy képzelném, hogy minimum 60-70% legyen férfi, igen, ez lenne az igazi, de nem így van. Nem. Na, Bakony Erzsi, ezt a mondatot, amit az előbb felolvastam, a kislány mondatát, hogyha kommentálnád valamennyire. Tehát itt azért, ugye ő nagyon szépen leírta ezt az egyenjogúságos dolgot, amit valaki is mondott a mondandójában. Hol tartunk ezzel? Hát helyesnek tartom a kislánynak a megjegyzését, és ennek meg kéne valósulni. Ugye? Csak nehézséget ugye az okoz a nők esetében, mert többnyire most nem tudom, nem akarok magamból kiindulni, de hogy a családba körülnézek, egy nőnek a gyerekhez is kell futni, etetni, öltöztetni, ha beteg orvoshoz vinni, otthon lenni vele, és nehezebben tud elmozdulni, kimozdulni hazulról hosszabb időre, mert szerintem, aki ilyen munkát vállalna, mint képviselő, hát annak nem lehet hazamenni 4 óra után, a munka után. Bár bevezethetnék a parlamentben is, amit nagyon sok helyen megtesznek, sok munkahelyen, hogy úgymond szoptatószobákat létesítenek, hogyha tudok, mondjam, az ATV-ben volt ilyen, tehát ott rendesen volt ilyen csecsemő nevelő szoba, ahova a fontosabb beosztásban levő hölgyek beoszthatták a gyereküket, félrevonó, akár meg is szoptathatták, ott tisztába rakhatták, és ott voltak a gyerekek. Meg sok helyen lehet hallani, hogy ilyen helyeken ilyen kvázi bölcsödeként működik, hogy ott van egy gondozónő, aki még figyel is a gyerekekre, hogyha többen vannak. Tehát ez egy működőképes modell is lehetne akár. De igen. Valamiért mégsem akar megvalósulni. Lehet, hogy pont a pasik miatt. Mert ha ez így megvan, akkor egyébként okos nők, azok nyugodtan vihetnék azokat a munkákat, amiket azért nem tudnak, mert otthon kell lenni szoptatni a gyereket. És nem beszélve arról, hogy a gyerek így óvodáskorban, vagy bölcsödéskorban gyakran beteg. Hát bizony, amikor leépítés van, akkor ezek a anyukák kerülnek előtérbe. Nekem is van a rokonságomban olyan kis fiatal nő, aki nem tudott elhelyezkedni, és meg is mondták neki, keresse munkát. Igaz, hogy kevesebb a munkahelyen a megrendelés is, le kellett állni a cégnek, de viszont ő is gondban van, hogy mit csináljon, mert vagy ő
megy táppénzre, vagy a férjed, de férjel jobban keres, meg több műszakban dolgozik, hát akkor ő neki kell nyilván otthon maradni. Tehát szükség van a segítségre. Ebből nagy az egész van. Emancipációból mennyi valósult meg egyáltalán, de ugye a valóságban, tehát hogy beszélni, szépen beszélnek róla sokan, igen, sok mindent, de nőként ezt te hogy érzed, hogy mennyire vagy egyenrangú? Most már, és ezt a kérdést ezt most vállam 2024-ben, hogy fölteszem. Mennyire vagyok egyenrangú, ezt a saját példámon tudnám ezt a kérdést illusztrálni, ami kicsit régebb időre vezet vissza. Amikor arról volt szó, hogy hát el kell válnunk, akkor fel kellett magamnak tenni a kérdést, hogy akkor most hogyan tovább. Gyerekek egész picikék voltak, még iskolában, akkor kezdték az iskolát, és akkor nem kellett számolnom se számítógéppel, se tollal vagy ceruzával, hanem egyszerűen arra kellett rájönnöm, hogy gyerek az első, utána munka, tehát minden más marad, és teljesen egyenrangúan döntöttem, és teljesen egyenrangúan dolgoztam végig, de szerencsére tudtam dolgozni, mert nem volt a munka nélküliségre, mert nem csapkodottam fejem fölött. Olyan munkahelyen tudtam dolgozni, ahol megbecsülték az embereket. A olajosok nagy családjába kerültem, nem olajos dolgozóként, de ott mindig volt nőnap, volt bányásznap, volt téli jutalom is, volt a cégnek akkor üdülője, el tudtunk menni a vállalati üdülőbe gyerekeimet, mindig el tudtam vinni, úgyhogy igyekeznem kellett az apát is pótolni, és pótoltam, és most ki is húzhatnám magamat, hogy ezen a téren teljesen egyenrangú voltam egy férfivel, de szerencsére dolgoztam, és a munkanélküliség nem voltam 3 hónapig, munkanélkül. Akkor ez valamennyire működik, ez megnyugtató. Van vissza 3,5 percünk, de az mindenképpen meg akarom kérdezni, hogy akkor mi történik most mindegyiktől, hogy ilyenkor elvárják a nők egyébként a virágot, megjegyzik, ha nem kapnak virágot. Tudom, hogy azt szoktam, jaj, nekem nem kell vele foglalkozni, de azért a táncrendben be van írva, ezzel nem táncolok, mert nem hozott nekem. Én örülök neki, ha a fiam jön, és nagyon örülök neki. Szerencsém van, hogy a fiam azért minden, mert férjem már nagyon régen meghalt, de a férjem is odafigyelt, de a fiam az odafigyel, és nagyon egyszerű, én mindig szoktam mondani, hogy nem a drága virág itt a lényeg, hanem a gesztus, hogy te eljössz. Úgyhogy én úgy érzem, hogy helyes, ha mennek a férjek, a fiúk, mennek és köszöntenek. Hát erre azt mondom, hogy ez megint csak egy ilyen példaértékű, hogy a dolgozóinak, a vásárlók hozzák a virágot, de azt elfelejtik, hogy a főnök is nőből van. Szóval nekem itt végül is egy fontos az, hogy a fiam felköszöntött, és nekem ennél több nem kell. De... Erzsi? Nálam is minden évben jön a család, a lányom jön a unokámmal, hozzák a virágot, a bombont, korábban a főm is jött. A munkahelyen most és a mai napig is kapom a hol édességet, hol a virágokat. Nagyon örülök neki. Ugye régebben volt nőnapi bál a korábbi munkahelyeken, de most a családi köszöntőn túl megyünk bulizni baráti körbe szombat este. Azt elárulom, hogy most péntek délután van, nem működik az, a 1:30 van. Erzsi néni innen még megy ugye az egyesülethez, megyek a kaszinóba, ahol a fegyveresek tartanak nagy nőnapi bulit, én ott tag vagyok csak, és örülök neki, hogy mindig meghívnak, és igazán nőként köszöntenek. Nem úgy, hogy a hölgyklub vezetője, hogy az Erzsi néni a nő, így köszöntenek. Ez fontos? Igen. Miért? És 1 percünk van. De na, akkor én akkor azt elmondom, aztán majd kivágjátok, hogy 70-től 75-ig, míg voltam úttörő az igazgató, az egész zala-megyei úttörővezetői apparátusban én voltam egyedülnő. Csak fiúk voltak, mindenki fiú volt, férfi. De én az első, meg is kérdezték tőlem, hogy tudsz ennyi fiú között a megfelelő pozíciót kivívni. Azért, mert okos vagyok. Azért, mert képes vagyok erre. Nem nőként játszottam meg magamat,
hanem igazi vezetőként. Na most kevés nő van olyan azért, de azt majd kivágod, ha gondolod, kevés nő van olyan, aki olyan hely, pozíciót tud, és ma is azt látom, aki önmagának olyan pozíciót tud kivívni, hogy ő az ember, az ember, a vezető, aki készen van erre és erre. Nem biztos, hogy mindig nőként kell játszani magunkat. Emberként én azt mondom, köszönöm, hogy itt voltak, hölgyeim. Én csak annyit tennék, hogy én megörülök, hogy a szakmámban nő tudtam maradni. Egy férfi a szakmában nő tudtam maradni. Igen, az is egy nagyon fontos dolog, hogy mindeközben meg nő maradjon a nő. Igen. Ami egy újabb feladat egyébként, amit a pasiknak nem kell teljesíteni. Mert ott valahogy de ezt már kivász, már kégy. Nem, mert még adásban vagyunk, úgyhogy még ott most fog mindjárt elköszönni a nézőktől, azzal egyébként, hogy önöknek is, és a nézőhölgyeknek is azt kívánom, hogy boldog nőnapot, meg boldog másik 366-ot, mert szökőjét van, ne felejtsük el a következő nőnapig, amikor majd újra egy hasonló köszöntéssel fogok elbúcsúzni azoktól, akik akkor itt lesznek, meg ha én itt leszek egyáltalán, nagy kérdés tudja, még, ugye? Itt leszel meg. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltak, és beszélgettünk egy jót, boldog nőnapot még egyszer, a nézőknek, hölgy, nézőknek is boldog névnapot, a többieknek pedig, és a hölgyeknek is természetesen annyival köszönök el, hogy szerdán találkozunk majd, akkor már egy kicsit komolyabb témával közgyűlés lesz, ugyanis hétfőn költségvetést fogad el az önkormányzat, lesz miről beszélnünk, én azt gondolom, mert pénz nincs, duma, meg majd meglátjuk, hogy mi lesz. Köszönöm a figyelmüket, találkozunk szerda este, viszontlátásra. Igen.